Sziasztok, az itt ismét Halkosz Kátékban, és ezután a Fárok titkos című könyvet be nektek, amely a történelem nagy rejtélyei című Kossuth kiadó által megjelentett sorozat első részét akarja, és azt kell mondjam, hogy érdekes koncepció, jól hangzik. Kérdés, hogy ezt a folytatásokat tudják-e tartani, ezt a szintet, illetve hogy lehetne egy kicsit vastagabb, hogy látogatjátok, ez nem elég vastag ez a könyv, a többi sorozathoz képest, amit a Kossuth kiadó, a Duna kiadó és mások adtak ki. Láthatjátok a sorozatot, többi részét lesz még itt Stonehenge, Trója, Atlantis, Holdtenger, Maják, Bermuda, Nagyszavona, vagy Nakkavona, Arthur király, Amazonia, Torinói lepe, stb. Egyiptomi paramosok. Mint furcsa, hogy ezt nem rakták bele ebbe együtt. Ez az első kötet ugyanúgy olcsó, mint a többit láttam, és egy ilyen bemutató, egy előfizetői darab, papír, aztán pedig belemegyünk a magával a könyvbe, amely továbbra is nagyon minőségi, nagyon szép. Hát én azt is mondom, hogy ezen nem spóroltak továbbra sem, viszont nagyon kevés oldal van ebben a kiadványban. Lehet sokkal több is. Láthatunk híres régészekről is, a hazudékről információkat. Hát ezt hisz, nem hazudok. Még 50 oldal sincsen, 45 oldal, ezt nekem nagyon kevés. Remélem, hogy ennél sokkal több lesz a többi rész. Igazából ez az egyetlen hiba ezzel a kiadványom, hogy nagyon rövid. Bár 695-ös kezdeti ára még elfogadható. De a többi rész az 1500-600 forint, amivel kerül, vagy mennyibe fog kerülni, 1300-200, az már kicsit, ha ilyen vékony lesz, akkor nem éri meg szerintem annyira. Hát ez sajnálom, mert az előző részek a Dino és Kossuth kiadó esetében az előző sorozatú pontosabban a magyar királyok, magyar királynék, a nagy csaták is lehetne sorolni. Azoknál ilyen gond nem volt. Tehát az amennyi árba volt, az nem jó volt belőle, de itt valahogy van egy kis kritikám ilyen szempontból, viszont továbbra is nagyon minőségi a belső tartalom és a külső is. Úgyhogy ajánlani tudom nektek, újságárosoknál 28-ától, február 28-ától megvehető, két hét múlva március 14-ével, és amikor akkor jön a második rész, a Stonehenge, és így tovább. De természetesen interneten is meg lehet rendelni, aki nem akarja a megszokott módon újságárusnál. Remélem tetszett a mutató, úgy szóltam, sziasztok!